Nyilas Mihály polgármester elmondta, hogy a Fidesz frakcióvezető helyettesével egy közös delegáció tagjaként a németországi választások idején találkoztak, ahol figyelemmel kísérték annak alakulását, és ott beszélték meg a mai magyar kanizsai látogatást, amit szerencsésen a községnapi rendezvénysorozat első napjára tudtak időzíteni. Beszélgetési fő témája természetesen a közelgő magyar választások voltak. Most már közjogi szempontból is, szemszögből is a magyar nemzethez tartoznak, akik megszerezték ezt az állampolgárságot, és ehhez hozzátartozik a választójog is, és ezzel a választójoggal, ha élünk, mi mindannyian, akkor olyan döntésekben, meghozatalában vehetünk részt, amelyek kihatnak ránk. A politikai kapcsolatokon túl, amelyek a két ország közötti viszonyok közjogi rendeződésével elfogadhatónak nevezhetőek, a kapcsolatok más területre, így a gazdaságra való kiterjesztésére is fokozott figyelmet kell fordítani, különös tekintettel arra, hogy a jövő évi magyarországi parlamenti választások kimenetelét élvén szavazati jogukkal most már a határon túl élő magyar állampolgárok is befolyásolni tudják. Míg a közjogi kapcsolatokra azt tudjuk mondani, rendezettek, ráadásul egyfajta nemzeti egység áll ezek mögött, addig a gazdaság területén van még előrelépési lehetőség. Nyilván ez azért is van úgy, így, mert a világgazdasági válság negatív hatása az Magyarországon is erősen érezhető volt. Ráadásul egyéb gazdasági problémáink is jól ismertek, de azt reméljük, hogy azzal, hogy a magyar gazdaság erősödik, és most már lassan két lábra állunk, lesz lehetőség arra, hogy a magyar-magyar kapcsolatoknak legyen egy erősebb gazdasági vonulata is az eddiginél. A sajtótájékoztatót követően a politikusok munkatársai kíséretében részt vettek az aromhegyesi Csákó halmon, az első zentai csata helyszínén megtartott megemlékezésen, majd ellátogattak a hátrányos helyzetű fiataloknak kialakított Bárka lakóotthon átadására Magyar Kanizsán.